A Magyarország 2020 50 tanulmány az elmúlt 10 évről című kötethez a jelenlegi magyar tudományos és közélet 50 szereplőjét kérték fel, hogy a felmerülő kérdésekre a szakterületük szempontjából válaszokat adjanak. A rendezvényen köszöntőt mondott Mikes Éva, Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséért felelős kormánybiztos, az Universitas Cinque Ecclesiensis Alapítvány kuratóriumi tagja, aki többek között elismerően szólt a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozási programjáról, eddigi pécsi tevékenységéről. Nagyon örülök annak, hogy a Matthias Corvinus Kollégium úgy jelent meg ebben a városban, hogy nem csak a tehetségkutató programjaival, hanem egy nagyon patinás és nagy múltú belvárosi épület felújításának tervével, illetve azzal, hogy a központja itt lesz. A tervek között akkor azt is hallottuk, hogy fontos és jelentős közéleti programokkal és eseményekkel is fognak jelentkezni. Tehát én azt gondolom, hogy ez már az ígéret megtartásának egy része. A kormány biztosan most bemutatott tanulmánykötet jelentőségét hangsúlyozta. Az elmúlt 10 év változásai, törekvései, célkitűzései és a célkitűzések megvalósulása sorában fontos, hogy ne csak érzelmileg viszonyuljunk ehhez a kérdéshez, hanem az elemzések, a megértés és a tervezésben való együttműködés szintjén is. Szerintem ez a kötet ehhez segít hozzá, és itt van az ideje, hogy ilyen intellektuális szintjén is ezt a saját szűkebb és tágabb közösségeinkben és közéleti terepen megvitassuk. A pódiumbeszélgetés alkalmával többek között arra kerestek választ, honnan, milyen feltételek mellett kezdődött meg 2010-ben a kormányzás, vagy milyen problémákat örökölt a kormány, amelyeken urrá kellett lenni, milyen célok vezérelték az elmúlt évtizedben a kormányzás elveit és gyakorlatát. Az esten részt vett Mernyei Ákos miniszteri biztos, az MCC magájogi műhely kutató tanára, a Magyarország 2020 tanulmánykötet társszerkesztője. Ferkert Balázs, az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola vezetője, a kötet egyik fejezetének szerkesztője. A magyar vállalkozások külpiaci tevékenységéről írt, amely napjainkban egy nagyon fontos dimenzió, mondja a szerző. Most már nem csak Magyarországra érkezik a működő tőke, hanem egyre több magyar vállalkozás külföldön leányvállalatot alapít, elsősorban Kárpát-medencébe, elsősorban Közép- és Kelet-Európába, és ez pont a fejlettségnek egy fontos mutatója, és gyakorlatilag a kötetben az egyes területek, legyen az energiapolitika, legyen az családpolitika, demográfia, legyen az mondjuk a változások a jogrendszerben, ezeket a fejlődési vonalakat viszi végig, és hát természetesen igyekeztünk megfogalmazni a jövőre vonatkozóan egy-két prognózist is, és hát azért egy-két javaslatot is, hiszen valóban nagyon sok még a teendő Közép- és Kelet-Európában, így Magyarországon is, hogy minél versenyképesebben tudjunk helytállni olyan kihívásokkal szemben, amivel mondjuk a kötetben még nem is tudtuk az olvasót szembesíteni, ugye napjaink pandémiája, a különböző válságokra adott válaszok. Ferkert Balázs a kutatásfejlesztésre hívta fel a figyelmet. Hadd említsek egy-két területet a kutatásfejlesztésnek az erősítését, ugye a robotizáció, amiben egyébként nagyon jó haladunk, de nagyon fontos lenne, hogy itt minél több erőforrást erre fordítsunk, de ugyanígy lehetne mondani, hogy hogyan tudnánk támogatni, hogy a magyar vállalatok mind itthon, mind pedig a nemzetközi piacon is intézményrendszerrel, eszközökkel, hitelekkel, tudással egyre sikeresebbek lehessenek. Magyarország jövőképe és a várható új kihívások megválaszolása is helyet kapott a tanulmány kötetben és a beszélgetés során. A pódium beszélgetésen részt vett Kálkai László professzor, a Pécsi Egyetem Politika, Tudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének vezetője is. A kötet szerzői között szerepel többek között Elsimo László, Matolcsi György, Merkeli Béla, Navracsics Tibor, Schmidt Mária, Stumpf István. Az ajánlást Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke írta.